12. helyezés mindössze 20 évesen a tókiói olimpián. Gulyás Michel fantasztikus éven van túl, elsősorban mégsem erről beszélgettünk az öttusázóval, hiszen sportágában dúl a botrány. A Nemzetközi Szövetség ugyanis a közfelháborodás ellenére azt tervezi, a 2028-as olimpiai játékokra egy másik sportágra cseréli le a lovaglást. Engem mindenképpen nagyon rosszul érintett az, hogy ilyen hirtelen jött egy ilyen hír, hogy ki akarják venni, vagy le akarják cserélni a lovaglást, és be akarnak helyre tenni egy olyan sportot, amit még senki se ismer. Szerintem mindenképpen a lovaglás a fénypontja és a különlegessége az öttusának, mert nincs még egy ilyen lovasport, ahol 20 perc alatt kell összeismerkedni egy másik élőlénnyel, és együtt összedolgozva kell megoldani egy lovaspályát. Úgyhogy kiveszik úgymond azt az izgalmat és azt a pluszt, ami a nézőket is ide vonzotta az öttusába, és szerintem a versenyzőket is. Mondod ezt annak ellenére, hogy azért tudjuk, hogy Tokióban azért neked sem könnyítette meg a helyzeted a lovat. Igen, hát a lovas sorsolás az mindig ilyen, mindenki tisztában azzal, hogy a lovaglás az bár egy lutri úgymond az öttusában, de szerintem pont ez az izgalom és a versenyzőknek is egy pluszt ad, és nem csak a nézőknek. Mivel 24-es olimpiai mindenképpen marad a lovaglás, így igyekszem nem annyira foglalkozni azzal, hogy mi lesz azután, főleg azért, mert most nagyon nagy az űr és a botrány az öttusak körül, emiatt így igyekszem kizárni a külvilágot. De nyilván foglalkoztat az, hogy mi lehetett majd az ötödik sportága a jövőben. Reménykedem, hogy valami ügyesség vagy technikai sportággal fogják ezt pótolni, hogy mindenképpen arányban maradjon a fizikai és a technikai szám az ötösen belül. Lehetőségként szóba jött már az e-sport is. Sokat nevettünk az edzéstársaimmal, hogy milyen vicces lenne, hogyha az e-sport helyettesíteni ugye a lovaglást, mert egy 18 kilométeres futóedzés után leülünk, és akkor elkezdünk ott kodozni a testvéreinkkel. Úgyhogy el sem tudom képzelni, hogy hogyan lenne akkor a versenynek a lebonyolítása, hogyha egy terembe kell ott játszanunk és ülni egy helyben. Gulyás Michelről egyébként talán kevesen tudják, már készül a sportpályafutása utáni életre is, egészen konkrétan nyomozónak tanul. Én a Nemzeti Közszolgált Egyetemre járok, bűnügyi bűnözési szakirányt választottam. Most vagyok harmadéves hallgató az egyetemen, és egyébként nagyon szeretem, pont az olimpia után volt egy hónapos gyakorlatom a 14. kerületi rendőrkapitányságon, és ott vizsgálati osztályra kerültem, és volt egy mentorom, aki így megmutogatta, hogy milyen is egy nyomozónak az élete, és mi a feladatköre, és még jobban megbizonyosította arról, biztosította bennem azt az érzést, hogy jó szakmát választottam, és hogy jó életem lesz majd az öttusa után is. Volt tanú kihallgatás, gyanúsítotti kihallgatás, videókamera ellenzés, és tényleg olyan dolgok, amit egy vizsgáló egyébként csinál is. Ez honnan jött nálad? Sok CSI-t néztél? Vagy igen, más? Egyébként szeretem a bűnügyi filmeket és sorozatokat, de egyébként nem azért választottam ezt a szakirányt, hanem az öttusa nemzetközi és magyar szinten sokan választanak hivatásos szakmát, sokan vannak vagy a rendőrségnél, vagy a honvédségnél. Magyarországon inkább a honvédség az, ami gyakoribb, mert sokan a sportszázad tagjai, de én úgy gondoltam, hogy a rendőrség közelebb áll hozzám, és sokkal nagyobb kihívás, mint a honvédségnél elhelyezkedni. Ha még többet szeretne megtudni Gulyás Michelről, akkor keresse a Nemzeti Sport pénteki számának Sportkrém című mellékletét.